Kulturális párbeszéd második alkalommal szervezett tematikus egyetem programsorozatot a Nyíregyházi Egyetem. Érkezik a jó idő, kezdődik a motoros szezon. A rendőrség munkatársai és az oktatók arra figyelmeztetnek, hogy a kétkerekű járművek átvizsgálása mellett a motorkezelési tudást sem árt felfrissíteni. 25 éve temették újra Kálai Miklóst, a negyedévszázados évforduló alkalmából megemlékezést tartottak szombaton Kálusemjénben. Második alkalommal szervezett tematikus egyetem programsorozatot a Nyíregyházi Egyetem. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Egyetem rendezvényének idei célja, hogy nemzetközi platformra helyezze az oktatási intézményt. A háromnapos programon az Erasmus Plus lehetőségeiről is tájékoztatják a diákokat, amely számtalan lehetőséget ad a hallgatói mobilitásra. Az egyetemek közötti kulturális párbeszéd nélkülözhetetlen. A nemzetközi esítés céljával szerveztek újra tematikus egyetem programsorozatot, közölte Nagy Nés Melczer Erika. Az intézménynek többszintű kapcsolatrendszere is van, a kutatóknak egyéni szakmai szinten, valamint többek között a frankofon partnerekkel és a határon túli magyar egyetemekkel is aktív a Nyíregyházi Egyetem kapcsolata. Ezeken túl az Erasmus kereteket kihasználva igyekeznek további együttműködéseket kialakítani. A háromnapos programban különböző előadásokat szerveztek az érdeklődők számára. A jászvásáriak, kurozsváriak, bábesbújai egyetemről eljönnek, Kárpátaljáról érkeznek, illetve érkezik majd a második Rákóczi Ferenc magyar főiskola rektorasszonya előadással. Hallgatóinkat tekintve pedig Törökország, Szlovákia, Lengyelország, és még lesz egy lengyel előadónk is, elfelejtettem említeni, tehát nagyon színes a paletta. A tervek között szerepel, hogy a Nyíregyházi Egyetem azokkal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel, amelyek tanárképzéssel foglalkoznak, egy közös, akár fél éves képzést vagy gyakorlatot indítson. Ilyen esetben ugyanis nyelvi akadály sincs, tette hozzá Nagy Nés Melczer Erika. Az Erasmus Plus program segítségével tavaly áprilisban 6 külföldi diák tanult a Nyíregyházi Egyetemen, ez a szám most 33. Az biztos, hogy miután angol nyelvismerete szükséges, a tanárképzés az nem igazán területe, a célterülete a külföldi diákoknak, de a műszaki és a gazdálkodás szakjaink biztosan mindenféleképpen. Egyébként azért, hogy a hallgatóink, vagy ahhoz, hogy a hallgatóink ki tudjanak menni külföldre, és fogadjanak, az intézmény fogadni tudjon külföldi diákokat, nagyon sok erőfeszítést kellett tennünk. Egyrészt a képzési palettánkat színesítettük angol nyelvi kurzusokkal, hát amit fölvetnek a török, lengyel, szlovák, román diákok, és a hallgatóinak pedig nagyon komoly pályázati keretekből biztosítunk kurzusokat, idegen nyelvi kurzusokat, azért, hogy minél bátrabban merjenek külföldre utazni. Az Erasmus Plus pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy a programban résztvevő országbeli felsőoktatási intézményben. Ez segíti a hallgató tanulmányi előremenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. A programban az Európai Unió tagállamai, illetve néhány más ország is részt vesz, mint például Izland, Norvégia és Törökország. A diákok hallgatói ösztöndíjat is kapnak külföldi tanulmányaik során, magas, közepes és alacsonyan megélhetési költségű országtól függően, ez havi 300 és 500 euró között van. Pályázatot a Nyíregyházi Egyetem nappali vagy levelező tagozatos hallgatói nyújthatnak be, akik alap, osztatlan és mesterképzésen vagy felsőoktatási szakképzésben aktív jogviszonnyal rendelkeznek. Legalább 2 lezárt fél évük van, és a fogadó intézmény által elvárt nyelvtudással rendelkeznek. A jó idő érkeztével beköszönt a motoros szezon is, és újra előkerülnek a kétkerekű járművek a garázsból. Azonban mielőtt újra motorra ülünk, nem csak a motorunkat kell előkészíteni, de nekünk is fel kell készülnünk az utakra, figyelmeztetnek a rendőrség munkatársai és az oktatók egyaránt. Mint mondják, a biztonságos szezon kezdése érdemes néhány jó tanácsot megfogadni a balesetek megelőzése érdekében, illetve a motor kezelési tudást sem árt felfrissíteni.
Egyre több a motorkerékpár az utakon, ezért az autósoknak érdemes még figyelmesebben közlekedniük, hogy elkerüljék a súlyos közúti baleseteket. De a motorosok is sokat tehetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Vilmányi Csaba motoros oktató szerint csak teljesen felkészített és átvizsgált járművel szabad elindulni az utakon. Különösen azoknak kell elővigyázatosnak lenniük, akik egész télen nem használták motorjaikat. Én azt tanácsolom minden motorosnak, hogy az első az legyen, hogy műszakilag nézze vagy nézesse át a motorkerékpárját, természetesen a biztonsági berendezések legalaposabb áttekintését, átvizsgálását, tehát a hétköznapi motorozáshoz tartozóan, vagy akár azon túlmenően is ne hanyagolják el, mert nagyon-nagyon sok minden múlhat a motorosnak azon, hogy a motorja az teljesen műszakilag biztonságos állapotban van. A motorosok figyelmét több mindenre fel kell hívni, ezt már Bordás Béla mondta. Aki hozzátette, mielőtt elindulunk a két kerekűvel az utakon, a tompított fényszórót kapcsoljuk fel, és ez a szabály a robogókra is érvényes. Azzal számoljanak, hogy nem minden esetben veszik észre a gépkocsi vezetők a motorosokat. Hirtelen feltűnik a motoros, és annak nagyon nagy kockázatja van, hogyha a motorkerékpáros szabálytalankodik, például úgy vált sávot, vagy nem jelzi irányváltoztatását, vagy túlépi a megengedett sebességet. És tényleg annak van igazából nagy kockázatja, az életveszélyen jár, ha valaki a megengedett sebességet túlépi, például lakotelten belül, vagy netán lakotelten kívül. Idén sajnos már több motorbaleset történt Nyíregyháza belterületén és a megye útjain is. Ahhoz, hogy a balesetek száma csökkenjen, érdemes megfogadni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági osztályának tanácsait. Ez az új szezon, ez a motoros szezon, ez bizony azzal jár, hogy ami mondjuk az év végén már ment nekik, motoros szezon végén ment nekik kanyarvétel, az most nem biztos, hogy fog menni. Több tényezője lehet ennek. Azóta ugye, ha a pályát nézzük, kátyuk kerülhettek az útra, amik különös veszélyt jelentenek a motorosokra. Külön veszély az, hogyha ebből a kátyúból bizonyos kavicsok, kövek kerülnek az úttestre, rájuk ezek sokkal veszélyesebbek. A maga a motor legyen felkészítve a tavaszi motorozásra. Nem biztos, hogy jó úgy a motor, ahogy letettük, egy pöcröfre, ha indul is, nem biztos, hogy abban a fékfolyadék, a láncfeszesség, stb. Megfelelő. A statisztikák szerint Magyarországon évente átlagosan 50-en halnak meg motorbalesetben. A rendőrség és az oktatók egyaránt arra figyelmeztetnek, a biztonságos közlekedés érdekében mindenki körültekintően vezessen az utakon, hiszen nem szabad elfeledni, hogy mindenkit hazavárnak. 25 éve temették újra a nyíregyházi születésű Kálai Miklóst, Magyarország egykori miniszterelnökét. A politikus 1967-ben New Yorkban hunyt el, majd végakarata szerint 1993-ban Hamvait kálósemjénbe hozták, ahol a családi kriptában lelt örök nyughelyre. Újra temetésének negyed évszázados évfordulója alkalmából tartottak megemlékezés szombaton kálósemjénben. 1887-ben született Nyíregyházán Kállai Miklós magyar politikus. Előbb földművelésügyi miniszter, majd külügyminiszter és Magyarország miniszterelnöke lett. Kállai nevéhez fűződik a gazda adóságok rendezése, az erdő és cseléd törvény. Miután kilépett a kormányból, a magyar királyi öntözésügyi hivatal elnöke lett. Ekkor hosszú távú programot dolgozott ki és indított el, amelynek célja a tiszántúli területek csatornázásával a vízgazdálkodás megoldása volt. Elnöksége alatt épült a Békés Szent Andrási túzosztó, amivel elindulhatott a hazai nagyüzemi rizstermesztés. Munkássága egyfajta példamutatás a mai Magyarország számára is. Miniszterelnöke volt ennek az országnak egy olyan korszakban, egy olyan időszakban, ami rendkívül emberpróbáló volt mindenki számára, különösképpen a vezetők számára. Ő ebben a helyzetben egy olyan politikát folytatott, amely azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot meg tudja tartani, amennyire ez lehetséges. Az, hogy ez később másképpen alakult, ez legkevésbé sem az ő hibája. Nagyon jól ismerjük a történelmet, a német és nyilas hatalomátvételt. Én azt gondolom, hogy mai magyarok itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében méltán lehetünk büszke arra, hogy neki sikerült helytállnia, hogy neki sikerült egy olyan irányt megszabni ennek az országnak, amelyből későbbiekben is támaszkodhatunk, ez pedig a szabad Magyarországnak az eszménye. Kállai emlékét a megye számos pontja őrzi. Merszobra a Nyíregyházi megyeháza előtt található, Budapesten az Európai Ifjúsági Központ aulájában emléktáblát helyeztek el, és Kálósemjében 2008-tól általános iskola viseli a nevét. 2015-ben megújult a Kállai kúria, az épületet és a parkot a település önkormányzata vette birtokba. Azóta szinte folyamatos a felújítása. Az elmúlt időszakban a család jóvoltából kaptunk különböző tárgyi emlékeket, melyet folyamatosan ki is állítunk.
jó viszonyt ápolunk a család több tagjával, illetőleg más nemesi családokkal is, amelyek a kállai családdal barátságban voltak, meg vannak. A következő időszakban a TOP megyei forrás keretein belül kerül majd fejlesztésre maga az épület, illetőleg annak környezete. Egy háromdimenziós mozit szeretnénk kialakítani a területen, illetőleg az eszközparkot, illetőleg a kiállításhoz szükséges egyéb eszközöket szeretnénk továbbfejleszteni. Kállai újra temetésének 25. évfordulóján a nevét viselő általános iskola diákjai tartottak ünnepi megemlékezést. 120 millió forintból nyitott új fiókot Nyírbátorban a Tiszántúli takarék. A pénzintézet teljes körű szolgáltatást kínál a város lakóinak, valamint a település ipari parkjában működő cégeknek egyaránt. Az elmúlt év őszén több takarék egyesülése révén létrejött Tiszántúli Takarék Szövetkezet. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében 120 településen, összesen 132 fiókban várja az ügyfeleket. Nyírbátorban két korábbi kirendeltségét bezárta a pénzintézet. Helyettük egy új fiókot nyitottak hétfőn a városközpontjában. Ez a beruházás 120 millió forintot tett ki. Ugye maga az épületre költöttünk megvásárlásra 60 millió forintot, egy másik 60 millió forint a belső kialakítás jelentette. Ugye itt nekünk nagyon fontos Nyírbátor abból a szempontból, hogy ez egy gazdaságilag dinamikusan fejlődő város, és azt gondoljuk, hogy ezt pénzügyileg is megfelelő módon kell kiszolgálni, és ezt teremtettünk megfelelő feltételeket a kollégáknak is. Az új fiókban négyen dolgoznak, és a megszokott szolgáltatások mellett egy újdonsággal is várják az ügyfeleket. Alapvetően a klasszikus banki szolgáltatásokat kínáljuk, hitelgyűjtés, betétgyűjtés, hitelnyújtás, számlavezetés, lakosság és vállalkozók részére. Reméljük távlatilag majd az önkormányzat részére is akár. Ezen kívül egy új szolgáltatásunk itt a szép szolgáltatás bevezetése. Úgy tudjuk, hogy Nyírbátorban ez egy hiánypótló dolog. Nyírbátor polgármestere szerint a város fejlődése szempontjából fontos, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjanak nyújtani az ott élők számára. Nagyon fontos egy város életében, hogy amikor fejlődik, már pedig Nyírbátor az elmúlt években dinamikusan tudott fejlődni közszolgáltatásokban, gazdasági területen, kultúrában, akkor nagyon fontos, hogy azok a területek, azok a kiszolgáló szektorok is fejlődjenek, ami mindez teljessé élhetővé teszi a várost. És ilyen szempontból a pénzügyi, gazdasági, banki szektor az egy nagyon fontos terület. A Takarékbank, a Takarék Szövetkezet jelen volt a városban korábban is, most viszont egy olyan fiókba költözött, ahol sokkal szélesebb a szolgáltatási kínálat, a nyitvatartás, akár mondhatom a szép szolgáltatást, vagy akár mondhatom az automatákat is. Ezek olyan lehetőségek, amik tovább javítják az itt élők, a környéken élők lehetőségeit a banki, befektetési, lakossági folyószámla területén, és nekünk városvezetésnek nagyon fontos, hogy a lakosok számára ezek a szolgáltatások minél szélesebb körben legyenek elérhetőek. A pénzintézet vezetője még elmondta, hogy több kirendeltségük is megújul még a közeljövőben. A Budafok együttesét fogadta vasárnap a Kisvárda MB2-es labdarúgó csapata. Kondás Elemér együttese már az első 20 percben két gólos előnyre tett szert, végül pedig 4-2-re nyert. A Kisvárda győzelmével az Éllovas MTK mögött megerősítette második helyét a tabellán. Jól kezdte a meccset a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye, a 12. percben egy szöglet után Horváth Zoltán szerzett szépségdíjas találatot. Nem kellett sokáig várni a második kisvárdai gólra sem, a 19. percben egy jobboldali beadást követően Ilics fejelt a budafoki kapuba. Uralta a játékot a házigazda, és a szünet után nem sokkal jött az újabb gól, Melnyik lövése vágódott a kapu jobb oldalába. Három gólos előnye tudatában kissé visszavett a tempóból a Várda, és a 67. percben szépítettek a vendégek, Zöldesi védése után Pölöskei passzolt a kapuba. A 85. percben ismét három volt közte, a csereként beálló Olá Gergő vette be Szabó kapuját. A hosszabbításban Csizmadia egy távoli szabadrugásból még kozmetikázott az eredményen, de a hazaiak győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Szerintem egy jó mérkőzés volt, ugye 6 gól esett, közönség jól szórakozhatott. Az egy kicsit bosszant, hogy két ilyen gólt sikerült kapnunk, ugye, amelyik egy bedobás után, egy lövésből kipattanó labdát nem tudtuk lekontrollálni, valamint ezt a második gólt, ez 100-110 méterről kicsit eltúzom, de hát ez nagyon messze volt, tehát ilyen gólt azért, na,
De összességében azt mondom, hogy elégedett lehetek a csapattal. Másik fél idő közepe tájékán egy kis fáradtság látszott néhány játékosnál. Tehát itt a több hosszú út azért benne volt a játékosok lábába. Viszont ugye 3-1 után sikerült negyedik gólt lőnünk, és ez eldöntötte a mérkőzést. A vendégek edzője szerint annyi hibával, amennyit a budafoki védelem elkövetett, csak elveszíteni lehetett a mérkőzést. Sok gól volt, elég jó mérkőzés volt, szép gólokat lőtt mind a két csapat. Persze jobb eredményben számítottam, szerettünk volna meglepetést okozni. Sajnos, amíg ilyen védelmi hibákat követünk el sorozatban, ki nem kényszerített hibákból kapunk gólokat, addig sajnos esélytelenek arra, hogy egy nagyobb, erősebb csapat otthonában bravúr pontokat vagy pontot szerezzünk. Gratulálok a Várdának, gratulálok az Elemérnek, nagyon játszottak. Saját játékosaimnak is valamilyen szinten gratulálnom kell, mert mentek, hajtottak az utolsó percig, nem adták fel a mérkőzést, és mindig törekedtek, hogy még gólt lőjünk, még jobb eredményt érjük el. De mondom, sok a hátul, sok aki nem kényszerített hiba, és ez mindig megbosszulja magát. A forduló további eredményei a következők: Cegléd Békés Cseba 0-2, Sopron Soroksár 0-1, Moson Magyaróvár Dorog 2-1, Grosics Akadémia Gyirmót 0-0, Zalaegerszeg Budaörs 1-2, Siófok Szolnok 4-0, Csákvárvác 2-1, MTK Budapest Kazincbarcika 4-1 és Győr Nyíregyháza Spartakusz 1-0. A tabella élén az MTK áll 71 ponttal, megelőzve a 60 pontos Kisvárdát, amely legközelebb idegenben a Budaörs ellen lép pályára. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B 26. fordulójában hazai pályán a Vasas Akadémiát verték 85-72-re. Siska János együttese a harmadik helyen fejezte be a bajnokság alapszakaszát. A legjobb négy közé jutásért a Vasas lesz a nyíregyháziak ellenfele. A két győzelemig tartó párharc május 3-án kezdődik. Egyszerű volt a képlet, amennyiben nyernek a cápák, a harmadik helyen fejezik be az alapszakaszt. Jól is kezdett a házigazda, az első negyedet a kevesebb mint 2 másodperc alatt szerzett utolsó kosárnak köszönhetően 7 pontos vezetéssel zárták a nyíregyháziak. A második 10 perc a Vasasnak sikerült jobban, így 41-41-nél vonultak a nagyszünetre a csapatok. Fordulás után ismét hazai percek következtek, elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, a negyedik negyed derekán már 20 pont is volt a cápák előnye. Végül 13 ponttal győzött Siska János együttese egy inkább harcos, mint szép mérkőzésen. Pontosan erre számítottunk, nagyon kemény védekezés volt mind a két oldalon, örülök annak, hogy tudtunk nyerni. A harmadik negyedben beleerősítünk a védekezésbe, és úgy láttam volna, hogy a Vasas elfáradt a végére, és kintről elkezdtünk betalálni, és ki tudtunk harcolni magunknak előnyt, és meg tudtuk tartani ezt a végét. A vendégek edzője szerint a kiemelkedő teljesítmények hiányoztak csapatából ahhoz, hogy szorosabb meccset játszanak a hazaiakkal. Az első fél időben úgy gondolom, hogy a remek dobószázalékuk ellenére még tartottuk a lépést, és a második fél időre sajnos a mi palánk alatti kihagyott helyzeteink azért megbosszulták önmagukat. Tudtuk, hogy a Nyíregyháza itthon azért elég jó erőt képvisel. Közben félszemmel néztük ugye a másik mérkőzést is, a TF ellenit, úgyhogy most, hogy összekerültünk a rájátszásba, most már mondhatom, hogy úgy gondolom, hogy azért egy szórakoztató párharc lesz, mert mind a két csapat felkészített taktikailag, és úgy gondolom, hogy nálunk azért hiányoztak most extra teljesítmények. A mezőny legeredményesebb játékosa Nagy Krisztián volt, aki 29 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Örülök, hogy ilyen sikeresen tudtam játszani, és ezzel ha tudtam hozzásegíteni a csapatot a győzelemhez. A faltarány is megmutatja szerintem, hogy mennyire harcos volt a mérkőzés. Többször vezettünk 10 pont fölött, de a Vasas mindig visszajött. Mondhatni már a fault határon lévő védekezésükkel. Nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk verni őket, és az eredmény nem tükrözi, de nagyon nehéz mérkőzés volt belőle. Illetve már most tudjuk az eredményeket, úgyhogy még kétszer ilyen mérkőzést kívánok magunknak a Vasas ellen. A forduló további eredményei a következők: Győr Veszprém 74-105, Budapesti Honvéd Bonyhád 86-64, Miskolc Békés 108-72, Oroszlány MTK Török Bálint 90-49,
tehetséges fiatalok PVSK 67-83 és Vásárhelyi Kossársuli Nagykőrös 67-90. Az alapszakaszt az oroszlán nyerte 21 győzelemmel és 5 vereséggel a 26-os mutatóval záró Veszprém előtt. A harmadik Nyíregyháza Blue Sharks 18 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. A két cápák a legjobb 8 közé jutásért a Vasasra vívnak két nyert meccsig tartó párharcot. Az első mérkőzés május 3-án lesz Nyíregyházán. Az első megnyert szett ellenére elveszítette mérkőzését Fucsovics Márton Monte Carlóban az ATP 1000-es salakpályás verseny első fordulójában. A világranglistán 48. helyet elfoglaló orosz Daniil Medvegyev ellen break hátrányból 2-5-ről kapaszkodott vissza a nyíregyházi teniszező. A második játszma két breakkel az orosz élet, a harmadikban pedig fej-fej mellett haladtak a felek. Egészen 5-5-ig, akkor Fucsovics elveszítette a dogatását, Medvegyev pedig élt az eséllyel, és megnyerte a 2 óra 45 perces mérkőzést. Fucsovics Márton két helyet javítva az 59. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, legközelebb pedig az egy hét múlva kezdődő budapesti tornán lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Második alkalommal szervezett tematikus egyetem programsorozatot a Nyíregyházi Egyetem. Ennek idei célja, hogy nemzetközi platformra helyezze az oktatási intézményt. A háromnapos programon az Erasmus Plus pályázatról is tájékoztatják a diákokat, amely számtalan lehetőséget ad a hallgatói mobilitásra. A jó idő érkeztével beköszönt a motoros szezon is, és újra előkerülnek a kétkerekű járművek a garázsból. Azonban mielőtt újra motorra ülünk, nem csak a motorunkat kell előkészíteni, de nekünk is fel kell készülnünk az utakra, figyelmeztetnek a rendőrség munkatársai és az oktatók egyaránt. Mint mondják, a biztonságos szezon kezdésre érdemes néhány jó tanácsot megfogadni a balesetek megelőzése érdekében, illetve a motorkezelési tudást sem árt felfrissíteni. 25 éve temették újra a nyíregyházi születésű Kálai Miklóst, Magyarország egykori miniszterelnökét. A politikus 1967-ben New Yorkban hunyt el, majd végakarata szerint 1993-ban Hamvait Kálós emlékbe hozták, ahol a családi kriptában lelt örök nyughelyre. Újra temetésének negyedévszázados évfordulója alkalmából tartottak megemlékezés szombaton Kálós emlékben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már kisüt a nap, de a gomoly felhőkből zápor, zivatar is előfordulhat. Kedden északnyugat felől hideg front vonul át fölöttünk, így többnyire nedves, néhány fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban is többnyire erősen felhős marad az ég. Eső, zápor elszórtan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is sok lesz a felhő, de rövid időszakokra a nap is kisüt. Elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi asra forduló szél időnként megélénkül, este néhol megerősödik. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedden hidegfronti hatás várható térségünkben. Szerdától a hétvégéig többnyire napos, száraz, bár gyakran szeles időre lehet számítani. Mind a minimum, mind a maximum hőmérséklet több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket.